Kovács Sándor, Budaörs testnevelési és sportdíjának idei egyik kitüntetettje. Gratulálok, számított el a díjra? Nem, nagy meglepetés volt. Nagyon örültem neki, hogy úgy tudtam ezt a díjat megkapni, hogy szerettem azt, amit csináltam érte. Tehát nagyon szívesen dolgoztam érte. De a meglepetés, a díj az nagyon meglepetés volt. Te testnevelési vagy sportdíjat kaptál? Mert hogy sportolóként is 1980 óta a BSC sportolója voltál, 2004 óta pedig ifjúsági szakosztály, judo szakosztály vezetője, edzője. Melyik jár neked igazán, mindkettő? Hát én azt gondolom, hogy leginkább a sport vezetői, tehát edzői minőségemben. Versenyzőként legutóbb azt hiszem 7 éve indultam el egy veterán magyar bajnokságon, úgyhogy nem hiszem, hogy ez kihat idáig. A rengeteg gyerek, akivel foglalkozunk, én azt gondolom, hogy ez a testnevelés órákon 150 gyerekkel, illetve a sportklubon belül, a szakosztályon belül is körülbelül egy 120 fős létszámmal dolgozunk. 13 év távlatából nehéz kiemelni egy-két eseményt, mégis mire vagy a legbüszkébb ebből a majdnem másfél évtizedes edzői tevékenységedből, melyik eredményekre, milyen pedagógiai célra, szóval világosak. Igen. Hát több ilyet, ahogy mondtad, nagyon sok ilyet tudnék felsorolni. Most így a legközelebbi élmény a hétvégén a diák C-sekkel, 10 évesekkel magyar bajnokságon voltunk, és 3 magyar bajnokunk született egy versenyen, egy korcsoportban, ami nagy ritkaság, és ezzel az éremtáblázatot is mi nyertük meg. Az éremtáblázat elejére kerültünk, de ezen kívül rengeteget tudnék felsorolni. Az, amikor felkéréseket kapunk, hogy a kézilabdásokat, a focisokat egy kicsit esésekre oktassuk, ütközésekre, tehát ezek nekem mind egy élmény. Edzőként meddig lehet ezt a tevékenységet igazán eredményesen folytatni? Van erre hazai vagy külföldi példa? Mert gondolom azért neked be kell mutatni egy csomó mindent, fitnek kell lenni. Elég sokáig lehet, én azt gondolom, csinálni, tehát folyamatosan ugye azért próbáljuk magunkat karbantartani. Hazai példát talán a paksiakat tudnám mondani, ahol ugye a Kovács Antinak, olimpiai bajnokunknak az edzője jelenleg is még edzősködik, és nem akármilyen szinten, tehát ő egy idősebb korosztályhoz tartozó. Mindig van egy fiatalabb kollega mellettem, illetve párhuzamba a velem, tehát nem egyedül dolgozom, és azért ebbe ő besegít. Most jelenleg egy japán fiatalemberrel dolgozunk együtt.